Gyakorlatilag megtörtént a múlt héten az ajánlatok megnyitása, a közbeszerzési eljárást hirdettük meg a Fellegvár északi, vagy déli oldalának, a város felüli oldalának a konszolidálására, illetve a tervezésre hirdettünk meg közbeszerzési pályázatot. Több ajánlat érkezett. Most folyik ennek a pályázatnak az elbírálása. Néhány pontosítást kértünk a tervezőktől, és az a célunk, hogy elkészítsük az Asztóriától egész a Törökvágásig ennek a hegyoldalnak a konszolidálási terveit. Miután ez elkészül, ez pár hónapot vesz meg igénybe. Ezután szándékaink szerint a kivitelezésre is sor kerül, az is közbeszerzési eljárás útján lesz elbírálva. Egyrészt ennek az lesz a célja, hogy takarítsuk ki a jelenlegi tömbházak mögötti elvezető rendszereket, és folytassuk ezeket a munkálatokat, hogy megakadályozzuk a Fellegvár esetében a további földcsúszamlásokat. Körülbelül milyen vastag és milyen magas lesz ez a védőfal? Nos, hát ezt majd a tervezők fogják megmondani egész pontosan. Tudni illik, vagy tudni lehet erről a hegyoldalról, hogy ott egy szikla van, és ezen a sziklán egy 2 és 8 méter vastagságú földréteg van, ami az elmúlt 70-es évek óta mind csúszik. Valamikor a 70-es évek végén elkezdődtek a konszolidálási munkálatok, és most láthatjuk, hogy hová jutottunk, tehát szép lassan oda fogunk jutni, hogy még sétányaink se lesznek a Fellegvár irányába, és ahhoz, hogy ezeket helyrehozzuk és látogathatóvá tegyük a Fellegvárat és a városnak ezen részét, az első lépés az az, hogy konszolidáljuk a hegyoldalt, az követően nyáron lesz egy műépítész hallgatóknak egy nyári táboruk, ahol a célunk az, hogy együttesen mérjék fel az egész Fellegvárat, és javaslatokat fogalmazzanak meg a Fellegvár hasznosításáról, illetve meghatározzuk azt a tervezési témát, amit közösen szakemberekkel, amit majd nagy valószínűséggel valamikor ősszel a jövő tavasszal újabb közbeszerzési eljárásra ki fogunk írni.